Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, és jöjjön Inaros, a szerelem első látása karakter, így hívnám magamnál. Javaslom, nézzétek rá egy kicsit a gameplayre is. Egy szerveren teszteltünk éppen egy buildet, és ez is csak igazából az bizonyítja, hogy Inaros milyen túlélésre képes. Gyakorlatilag Infested ellen mentünk, a Voidos tesztelés majd rátok vár, de igazából van egy olyan érzése, hogy Inaros igazából mindenhol jól meg fog felelni. Valaki kérte, hogy mutassam, illetve mondjam el Inaros történetét, úgyhogy most jön Inaros története, utána gyorsan átveszük a képességét, majd a modolást, amiről úgy gondolom, hogy igen-igen izgalmas dolgokat rejteget. Szóval a története viszonylag egyszerű, Baroketér ugye felbukkan, hogy van számodra egy küldetésed, ezért felvenni a küldetést Inaros küldetését úgy kell, hogy elmész a Kronia Relay-be, ami a Saturnon található, Master Rank 5 kell hozzá, oda mész Baroketeerhez, és megvásárolod a küldetés 200 dukatér, és nem tudom hány kreditér. És utána szépen elkezd az Inaros küldetést, semmi bonyolult, el kell menned a Phobosra, el kell menned egy sírhelyre, és ott megszerzel egy urnát. Az urnán van egy jelkép, 9 fajta urna van, bármelyik jelkép sorozatot kikaphatod, az urna van egy jelkép, a jelkép egy ellenfelet szimbolizál, azt az ellenfelet kell ölnöd, miközben az urna be van rakva az equipmentet, tehát az urnát be kell rakni, beállsz az arzenába, elmész az equipmentre és berakod az urnát, ami éppen van nálad, és elmész és azt az ellenfelet ölöd, amelyiket kell. Hogy melyik ez az ellenfél, javaslom, menjetek el a Wikipédiára, és oda le van írva, hogy van egy kép, hogy az urnáról és az ellenfeléről, hogy melyik az, és hogy melyiket kell leölni. És amiután ugye ezt megismételted, háromszor megkapod az Inaroszt. Nagyon fasz a kis küldetés, jól meg van csinálva, egészen élvezetes volt, azt kell, hogy mondjam. A története viszont az is ilyen tök jó, tehát ilyen jó hangulata van kitalálva, ugye, amint először ugye elérünk a sírba, egy női hang elkezd beszélni, és elkezdi mondani Inaros történetét, hogy először nem egy védelmező volt, hanem egy, mert ugye őt a védelmezőnek tartják, ráadásul Phobos védelmezőnek, tehát nem hiába megyünk Phobosra, és először ugye igazából nem egy védelmező volt, hanem csak megszerezte azt, ami magának kell, és a többi, de aztán eljöttek a Greenerek, és a Greenerek megszállták Phobost, és akkor volt az a pillanat, amikor Inaros gyakorlatilag átment egy ilyen védelmezővé, a nép védelmezőjévé, mondja a nép, és ki mondhatni úgy, hogy megszabadít a népet a Greenir elnyomástól, és akkor egy időre eltűnt. És amikor a másik urnát fogod és szerzed meg, akkor megint jön a hang, és akkor elkezdi mesélni, hogy később pedig az Infested talált rá erre a földre, hogy ahol éltek ugye a Phoboson, és ugye hát eléggé sanyargatták ott a népet, meg megölték, és az emberek hiába fohászkodnak Inaroshoz, nem jött el, és nem segített, és aztán egyszer csak megjelent egy nagy-nagy-nagy homokvihar, és gyakorlatilag tehát lesöpörte az Infestedet a bolygó felszínéről, és amiután ezt megtette, gyakorlatilag így megtalálták Inarosznak a testét, de már csak egy üres, hogy mondják, ez egy üres kagyló volt gyakorlatilag Inaros teste, és akkor a Phobosiak úgy hitték, hogy a lelke az felszállt, és onnan vigyáz rá ők, ezért fogták a testét, és elrejtették ebbe a sírba éppen, ahol te próbálod megszerezni a különböző alkatrészeit, és ugye Baroketeernek a emberei nem mertek oda bemenni, mert hogy ez egy elátkozott hely, és akkor az egésznek ez volt a lényeg. És tényleg az volt, ugye, mert különböző testőrségekkel megküzdjél, miközben ugye szerzed meg a különböző urnákat. És egy tök hangulatos történet, és a végére kiderül, hölgyeim és uraim, hogy a női hang, aki mesélt, az Baroketeernek az anyja, és Baroketeer volt maga személyesen, aki átélte ezeket a megrázkódtatásokat, vagy éppen Inarosznak a látványát, és tehát egy tök hangulata, de és a végén derül ki, mert ugye elejti az anyja, hogy a kicsi bárom, ne féljél, vagy nem valami ilyesmit mond, és nagyon, nagyon jó ki volt találva. Szóval ezért lett Inaroszból a védelmező, ezért lett ő a holtak királya, tehát ez a Anubis halálisten koncepció lengi körül a teljes karaktert, és azt kell mondjam, hogy nagyon erős karakter is egyben, úgyhogy mit szóltok a történethez? Szerintem jó ki van találva, és az a jó kis köret volt maga
A sztori is. A lényeg az, hogy az urnákon a képek, néha macera ellenfelek, azt hiszem az Infesteddel lesz a legkönnyebb dolgot, ha az Infested sorozat urnát kapott ki, mert hogy olyan bursza és gyakorlatokat kell lője, barát, akkor sok sikert. Úgyhogy mindenképpen, szóval még egyszer mondom, elmész a Kronörinébe, megveszed a küldetést, elmész a Phobosra, megszerzed az első urnát, beállsz az arzenálba, az equipmentél berakod az urnát, és elmész ölni az adott ellenfelet, amit a Wikipédián fogsz megtalálni, hogy milyen típusúak. Nos, jöjjenek a Ilarius képességei, íme. Nos, jön Inarosznak az első képessége, egyben személyes kedvencem, azt hiszem, hogy ez a leghasznosabb, és nagyban segít a túlélésben, minden téren, vagy éppen menekülésben, úgyhogy lássuk csak, hogy mit tud. Inarosznak a... Azt nem kell, Inarosz 15-120 15-120 szintű bombarnak a lövését írja ki, 520-as armorral, tehát azt jelenti, hogy Armored Agility és Steel Fiber, maxos élettel, és egy Arcane Guardian Sionnal 15-120-as bombarlövést csinál. És az egyes képesség miközben sebzi az ellenfelet, egy 25%-os lifesteal-t ad, szóval ha ezt nagy csoportokba tudod rábocsájtani, akkor nagyban segíti a túlélési képességét, és hogyha van nálad egy Covered Lethality moddal ellátott tőr, akkor még ezt is el tud játszani. Úgyhogy nagy mértékben segíthet azokban a bizonyos túlélésekben, azt kell, hogy mondjam. És el lehet velük a... Tehát akármilyen ellenfélje veled szemben nem fog tudni rád lőni, el tudsz menekülni, tudod sebezni egy kis mértékben, és utána egy akár egy ilyen finisherekkel, ha még nincs is egy tőröd, de van egy nagyon jó mondjuk kardod, akármilyen kardod, százasas bombardot még egy finisherrel simán ki lehet végezni, tehát nem muszáj egy cover titanit is tör legyen, lehet akár egy skindó, vagy akár egy skana, akármit lehet, az még kivégzi talán a 120-as mobokat, hogyha finisherről van szó. Nos, kettes képesség, azt igazából egy alacsonyabb szinten kell megmutatni, mert ha nem, akkor nem mutatja meg teljes valójában. Úgyhogy levesszük a szintet, talán egy 20-as szint elég lesz. Oké. Okay. Simulate, és most hagyjuk, hogy egy kicsit lesebezzenek. Hát, hogy miért ne, és utána majd vagyok. A kettes képesség igazából arra való, hogy hát így megmentsen. Szintén van neki egy élelja, bekapcsolt az Arcane Guardian, szóval ezek most egy kicsit kínlódni fognak, úgyhogy inkább én sebzem le magam. Kettes képesség igazából arra való, hogy ha olyan a helyzet, akkor megments magadat, és eltereld magadról a figyelmet, az igazság. Mert egy 70 méteres rádiuszból odaszívja magához az ellenfelet, és a lenyomva tartod a kettest, miközben tölti a te életedet, és reméljük, hogy sikerül, aközben átállítja az ellenfelet te oldaladra. Ez eltereli magadról a figyelmet természetesen, és emiatt egy hasznos dolog, és csak az az igazság, hogy egy nagy gondja van, hogy leköt egy helyre, és miközben leköt egy helyre, az bizony igen nagy probléma adódat, mert nem tud olyan gyorsan tölteni, miközben olyan gyorsan fognak tudni sebezni egy magas szinten. Alacsony szinten, hogy ezzel játszod, azon oké, rendben, de egy nagyon magas szinten igazából nem fogsz tudni vele mit kezdeni. Hármas képesség, nagyon jó tészta, és ezt ki lehet próbálva akármilyen szinten, de hogy elhiggyétek, akkor legyen így, és akkor felemeljük megint 120-ra a szintjét az ellenfeleknek. Hármas egy tulajdonképpen homokvihar, de ha jól láttam, de lehet, hogy csak azért, mert Infested ellen mentünk abban a videóban, és toxikus nem is volt rajtunk, de ha rád lőnek, hármas képesség közben még sebződhet, ebben nem vagyok teljes mértékben biztos. A hármas képesség mit csinál? Sebzi az ellenfelet, és tökéletesen jó craftont okoz. Szóval, ha nagy a pánik, gáz van, ezt mindenképp használd. Ez egy nagyon hasznos képesség, hogy utat tudjál magadnak törni, és a társaknak is. Úgyhogy ez mondhatja azt, hogy egy hasznos képesség, úgyhogy mások sebződünk. Szóval, hogyha ne találjanak el gyakorlatilag három képesség közben sebződ, de mindenképp jó, mert utat tudsz magadnak törni, azt kell mondjam, és minél nagyobb range-en vagy, annál jobb ebből a szempontból is. Nos, a bildelésnél majd megmutatom azt, hogy hogyan érjük el, hogy ne hagyasszon annyi energiát.
amennyit nem. Nos, a negyedik képesség az elég érdekes, ugye? Úgy működik, hogy előtte inkább megcsináljuk. Nem jó. A negyedik képesség az úgy működik, hogy fel kell tölteni. Lenyomod a négyest, és közben feltölti a, ha látjátok az energiánál, feltölti a, az ultit, közben cserébe levesz az életedből. Ha nincsen bent vitality a billetbe, akkor kettő életed marad csak. Na most ugye mit csinál? Egy szkarabeuszokból álló hadsereg lesz körülötted, ami gyakorlatilag ad 400 extra armor. Steel Fiberrel ez ugye igencsak megnövekszik, egy Arcane Guardian Sylvanával még tovább növekszik, de erre való ez a, ez a egyes képesség, ez a négyes képesség gyakorlatilag. És nem beszélve, hogyha rá tud ereszteni az ellenfelekre, ugye egy részét az armorodnak, és ennek a Scarabeus armornak, és akkor levol 25%-ot, de cserébe elkezdi visszatölteni az életedet. Na most, a dolognak a lényege az az, hogy az élettöltés függ az erőmodoktól, az az igazság, és emiatt el kell döntened, hogy milyen stílusú vagy, mennyire óvatos játékos vagy, mert amint láthatjátok, nagyon magas szinten, és az én buildemben jelenleg nincsen erő, lassabban tölti az életedet. Ezért három fajta buildet csináltam, egyet olyanoknak, akiknek nincsenek über promódjai, egyet olyanoknak, akik nagyon tankos és gyors élettöltést várnak el, és egyet azoknak, akik inkább az egyes képességgel számolnak is, mint én, és gyakorlatilag mind a három jó, háromfajta játékosnak, azt kell mondjam, úgyhogy jöjjenek azok a buildek, és mindenki eldönti, hogy mit, hogyan szeretne csinálni. Na most, az első build, amit mondtam, kezdjük az Alnában, azoknak való, akiknek nincsenek Uber Pro módjék, nincs Prime Flow, Prime Container, Narrow Minded, Armored Agility, ezek a szarok, arra való, hogy elmenj egy óráig, bármelyik Survivoron, kibírjad, megfelelően erős legyél, gyorsan tudjál életet tölteni, semmi extra. Úgy gondolom, hogy az Exilus mond mindenképp fel kell oldani, mert nagyon hasznosan jön, két forma az egy minimum, ebbe a karakterben négy forma lesz az ideális, eddig két formánál járok, úgyhogy legyen ez az első build, semmi extra, mint mondom, el tudsz menni vele hosszabb Survivorig, fel tud magad tölteni az élete, meg tud magad védeni, de legyen nálad egy erős fegyver. Ez a build igazából mindegy, hogy melyik fajta tenó iskolát húzod, megfelelő lesz vele, tehát megfelelő. A következő build, az egy tankos, tehát egy full tankos build, ráadásul Zenurik iskolának buildelve, tehát mindenképpen Zenurik tud belőle hasznot húzni, azt kell, hogy mondjam. Van egy kis idő, effektivitás annyira nem kell, mert Zenurik iskoláról van szó, tehát töltődik vissza az energiád. Ranged, egy sima stretch bőven elég, mert így is hatalmas range-en hatnak Inarosznak a képességei, és az erő 100%, mert 100% bőven elég Inarosznak arra, hogy gyorsan töltse fel az életedet, főleg, hogyha nagy tömegre bocsájtod rá azt a bizonyos ultit. Rage a biztonság kedvéért, hogy tényleg mindig legyen energia, Primate for Primate Continuity, mert hogy megvannak is, bemenjen. De emellett Armored Agility, Steel Fiber Vitality, ezek mindenképpen benne vannak, és egy full tankos, Zenurik iskolára húzott Survivor, Solo Survivor buildnek tartom. A videóban 68 percig mentünk vele, a végén már nem tudtuk fenntartani a life supportot, úgyhogy ki kellett jöjjünk. 68 perc infested ellen nem egy rossz dolog. És mint mondtam, 15-120-as bombard lövést kibírt ezzel a build-el Inaros, annélkül, hogy bármilyen szintű életet is töltöttem volna, az sem egy rossz változat. A config C, az pedig, hölgyeim és uraim, igazából a Madurai iskolának készült, mert a Madurai iskolának van egy olyan képessége, hogy a kritikus ütsz a karddal láthatatlanba mész, és ez egy kardozós build, mondhatni úgy, ebben az esetben nincs szükséged olyan nagy mértékű élettöltésre, de bőven jó az élettöltés. Hosszú sok idő, hogy az ellenfelet hosszú időre vakítsd meg, hogy ne legyen pánik, ha meg tudnak ölni, viszont ebben az esetben Vitality vagy Steel Fiber, ki melyiket választa, csak vigyázz, mert ha feltöltöd a négyes képességedet, kettő darab életed marad
hogyha nincs bent a Vitality. Szóval én Vitality-vel futnék ebben az esetben. Sok élet, némi effektivitás, amit a Private Flow-val kompenzálunk, ugye, hogy csak 130 az effektivitás, és nagy range, hogy nagy range-en tudj életet kopni, nagy range-en tudj vakítani, de mint mondtam, Madurá iskola és a láthatatlanságra alapoz. A Rage mod természetesen itt is benne van, hogy tudjuk tölteni az energiánkat, overextended, nagy, hogy, és stretch, hogy nagy, nagy területen dolgozzunk, és minél több idő, hogy a képességek minél több ideig tartsanak. Handspring az ugyanúgy megmarad. Aki azon gondolkodik, hogy Energy Siphonra, Rejuvenationre váltsa az aura módját, annak nem javaslom, mert nem érzem, hogy egy jó ötlet lenni, mert kell az a bizonyos energia. És ez lenne a három konfig, még egyszer mondom, ez inkább egy azoknak, akik nincsenek Uber módjaik, és mindegy, hogy milyen iskolát húznak. Ez a Zenurik, mivel egy népszerű iskola legyen, egy Zenurikes build, több armorra, tehát sokkal tankosabb karakter és energia mindig van című történet, és ez egy Madurai build, amivel segíthet elmenni sokáig, és nem beszélve, hogy ez egyes képességre alapoz. Kard javaslatom is lenne hozzá gyakorlatilag, illetve nem tök mindegy, hogy milyen kard, de ha van egy törött Covered Lethality nevű moddal, akkor használd, mert a vakításra finisher csinálsz és megölöd, és a life strike, ami nagyon fontos, hogy benn legyen abban a bizonyos kardban, mert amint észrevettétek, egyikben sem, egyik szószövegben sem sincs benne a quick thinking, és ez csak két formánál van szó. Quick thinkinget majd le fogom cserélni, az Armored Agility-et lecserélem quick thinkingre, amint belerakok még egy formát. Veszitek egy kis armot 45%-ot, de a quick thinking esetlegesen meg tud menteni akkor, hogyha elesés közelben vagyok. Habár úgy gondolom, hogy nem vészesen szükséges a quick thinking, mert hogyha már ott tartasz, hogy kettő az életed, és az energiából megy le az életed, hogy fent életben tudjál maradni, akkor már minden lesz ennek a karakternek, mert nem fogja tudni olyan gyorsan feltölteni az életedet, hogy lemenjen. És ez most természetesen arról beszélek, hogy már egy valószínűleg egy 100 perc körül jársz egy Survivor-on, tehát ott ma quick thinking is igazából kurvára csődött van. Úgyhogy ez lenne a 3B. Teszteljétek, próbáljátok, írjátok le a véleményt, kíváncsi vagyok, hogy ti hogyan éltek túl ezzel a karakterrel. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!